Mit várunk idén a Scrap Mechaniktól? Halihó srácok, lányok, én Baluka vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt. A mai adásban az előző kérdésre fogjuk keresni a választ. Mint ahogyan a legutóbbi évértékelő videómban is említettem, egy igazán tartalmas és építményekben gazdag évet hagytunk magunk mögött. Viszont ma utána fogunk járni annak, hogy mégis mind dolgoznak az Exolot Games fejlesztői, avagy mit várhatunk a Scrap Mechaniktól 2021-ben. Mindenképpen nézzétek végig a videót, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan fog tovább folytatódni a kalandozásunk, illetve ne felejtsétek el leírni a komment szekcióba az észrevételeiteket. Ti a fejlesztők helyébe mire fektetnétek a legnagyobb hangsúlyt? A mai proféciánk alapjait a kiadó december 22-i Devblog 20 névre hallgató publikációja fogja adni, viszont mielőtt visszatartatlanul belevágnánk a jövendőlésbe, engedjétek meg, hogy kiemeljek két fontos dolgot a tavalyi évvel kapcsolatban. Először is tavaly májusban rettentő hosszú és fájdalmas várakozás után végre megjelent a túlélő játékmód, és egyébként halkan jegyezném meg, hogy a legutolsó devblog szerint javarészt idén ennek a játékmódnak a fejlődésének lehetünk szemtanúi. A másik kiemelendő dolog pedig az, hogy véleményem szerint kifejezetten büszkék lehetünk erre a játékra, hogy Magyarországon ekkora sikernek örvend, és főleg magunkra, hogy egy mód felett nagyszerű közösséget alkotunk, melynek eredményeként létrejött a világon először egy olyan fizikai esemény, melynek résztvevői kifejezetten eme közösségből kerültek ki, ez a rendezvény pedig nem más volt, mint a Scrap Show. Na de most térjünk vissza mai adásunk fő témájához, melyből valami nagyjából ki fog derülni abból, hogy még is mit tervez az Exolot Games 2021-ben. Rögtön a második bekezdés elárulja, hogy a fejlesztő gárda kőkeményen dolgozik a következő fejezet megalkotásán, melynek nevét igaz nem árulták el, viszont, ha nem is elegendő, de egészen jó betekintést nyerhetünk eme fejezet rejtelmeibe. Going Underground, avagy Irány a Föld alá. Ez a fejlesztés alatt álló helyszín újabb elképesztő kalandokat fog tartalmazni. A Survival mód új fejezetek, küldetésekkel és NPC-kkel egészíti ki az utat következő állomását, a Bányász szigetet. A Scrap Mechanic történetében először juthatunk be rendeltetésszerű használat mellett a felszín alá, hogy új titkokat tárjunk fel. Egyes megbízhatónak vélt források szerint a Bányász szigeten propánállomásokkal találkozhatunk. Trashbot. Még szerencsé, hogy a karakterünknek nincsen szaglása, mert itt minden bizonnyal lecsavarná az orrát. Hamarosan testközelből találkozhatunk a játék legnagyobb és egyben első igazi főellenségével, mely a pletykák szerint a Warehouse tetején lesz megtalálható szemétgyűjtés közben. Ez a teremtmény már a méreteit elnézve is roppant rémisztő, nem beszélve a képességeiről. Forgatható törzséből egyszerre több guruló szemétgolyót lövel. Ha véletlenül összefutnál vele, érdemes lenne elővenni a krumpla ágyút, mert különben nem lesz jó vége. Legyőzni úgy tudod, hogy a hatalmas vörös szemét kell eltalálnod, és elméletileg ilyenkor leesik a feje, és onnantól már könnyű kézzel tudsz elbánni vele. Sticky Wheels, azaz ragacsos kerekek. Új frissítés, új alkatrészek, és ezek a kerekek nagyon szórakoztatóak lesznek, legalábbis ez áll a blog bejegyzés tartalmában. Az új ragadós kerekek segítségével olyan járművek építésére lesz lehetőségünk, melyek elméletileg képesek lesznek minden irányba haladni és ásni, ezáltal még mélyebbre juthatunk, mint eddig valaha. Feltehetően ezek a kerekek mindenféle felülethez képesek lesznek tapadni, szóval nem lepődnék meg, pókként csúszómászó járművek láttam. Mielőtt folytatnánk a videót, kérlek engedjétek meg, hogy ejtsek pár szót a mai epizód szponzoráról, az IDC Games Launcherből elérhető EFI nevezetű játékról. Ez egy történet alapú 3D-s akciókaland játék, amely ötvözi a műfaj klasszikus elemeit, például a harcot és a rejtvényekkel teletűzder platforming játék stílust. A történet úgy indul, hogy EFI elmeséli a Galen nevű fiatalember meséjét, aki történetesen lusta volt ahhoz, hogy kisegítsen egy szekér balesetet szenvedett leányzót. A Szépség és a Szörnyetegre emlékeztető fordulatban a lány boszorkánynak bizonyul és megátkozza Galandot. Ennek eredményeként a férfiú öreg, mégis furcsán izmos emberré válik. Az átok visszavonása érdekében végül azt a feladatot kapja, hogy állítsa le a boszorkányt a gonosz terve végrehajtása előtt, miszerint elfoglalná az egész világot. Rögtön az elején tudtam, hogy ez egy nagyon jó hangulatú játék, mivel elképesztően elragadott a gyönyörűen kialakított környezettel és élénk színvilággal megtervezett grafika, illetve ezt a fantasztikus atmoszférát megteremtő háttérzene. Miután felvázolták nekünk az alaptörténetet, átvesszük az irányítás Galant felett, és rögtön az idősebb védők templomában kezdünk. Minden egyes pályán össze kell gyűjtenünk a lehető legtöbb kéken világító érmét, ami idővel hozzájárul a képességeink fejlődéséhez. Ezeket a pályán megtalálhatjuk önmagában, ládákban, vagy akár köcsögökbe rejtve, valamint a képernyő bal felső sarkában ellenőrizhetjük, hogy hol is tartunk jelenleg. Ahogy haladunk előre, egyre több alapképességet figyelhetünk meg magunkon, melyek közé tartozik a double jump, illetve a keskeny peremeken való mászkálás is. Útközben számos feladat állja utunkat, ezek lehetnek akár lezárt ajtók, talajba rejtett csapdák, valamint hirtelen eltűnő lebegő táblák. A játék játszható kontrollerrel és billentyűzet egérpárossal is egyaránt. Én az
az előbbivel vágtam neki a kalandnak, viszont gyorsan rá kellett jönnöm, hogy kissé nehézkes lesz a kamera kezelése. Miután ezt kezdtem megszokni, az idősebb védők templomának közepén eljött az első harc ideje, az ellenfeleinket kétféleképpen tudjuk megtámadni, valamint egy védő pajzsot is magunk köré tudunk emelni. Jelenleg csak angol és spanyol narrációval, valamint német és francia felirattal érhető el. Összességében azt tudom mondani az EFI-ről, hogy ha szeretnétek egy szuper hangulatú nyugis játékkal játszani, és nem jelent gondot az idegen nyelv, akkor mindenképpen kattintsatok a leírásban található linkre, ami elvezet az EFI-hez. Most pedig folytassuk ott a videót, ahol abba hagytuk. Red Guy, avagy a vörös srác. Új ellenség fog berobbanni a Toadbot család legújabb tagjaként. A feje búbján található keniszterek érintkezéskor felrobbannak, ezért mindenképpen óvakodjatok tőlük, illetve ügyeljetek, hogy távol tartsátok magatoktól. Amint felbukkannak, érdemes lehet őket egy jól irányzott lövéssel leszerelni. Elsősorban a propán állomásokon lesznek megtalálhatóak. Tüzes chili. A nagyszerű chilivel nagy felelősség jár. Ez a növény garantáltan hozzá fog járulni a hőérzetünk magas szinten tartásához, valamint a farmunkat is feltüzeli. Szóval feltétlenül alakítsatok ki megbízható védelmet a bázisotoknak, ugyanis ezek a chilik csak úgy vonzák a meghatározhatatlan betolakodókat, legalábbis áll a publikációban. Lehetséges, hogy egy olyan új étel elkészítéséhez lesz rá szükségünk, amit a tavaly szeptemberben közreadott devlogban rejtőző fotó közepén találhatunk meg. Plazma fúró. Az új frissítésben minden bizonnyal megtalálható lesz a plazmafúró, melynek emberfeletti erejére a bányászat során lesz nagy szükségünk. A Survival játékmód első kiadásában már találkozhattunk hasonló eszközzel, viszont a jövőben ennek ereje vagy gyengülni fog, vagy pedig olyan új kőzetek fognak megjelenni, amire a kis testvér már nem lesz elegendő. Egy időparadoxon meghazudtoló módon megszületett az a nagy testvér, ami mostantól minden autó elején ott fog díszelegni. Warehouse változtatások. Úgy tűnik, hogy az Exolog Games munkatársai a Warehouse frissítését tervezgetik. Kicsit átdolgozzák őket, változtatva néhány dolgot, valamint hozzáadnak pár új elemet. Azok az alkatrészek, amiket eddig a raktárépület belsejében találhattunk, a frissítés után eltávolíthatóak lesznek. De ez még nem minden, hiszen az új Warehouse további küldetéseket és történetelemeket fog tartalmazni. Érdemes lesz rendesen odafigyelni, mivel az idők jóval veszélyesebbre fognak fordulni. Előfordulhat, hogy a régi Warehouse kulcsok a frissítés hatására Circuit Boardokká fognak alakulni, ezért a fejlesztők a következő fejezetben egy vadonatúj kulcsot fognak megalkotni a helyére. Ruhás szekrény. A következő fejezetben számos új ruhával gazdagodhatunk. A rengeteg vicces póló és ing mellett bekerül a játékba a hegesztő ruha is. Jó mi? Ebben a fejlesztői kiadásban ennyi információ rejtőzött, ugyanakkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy az idei év számos új meglepetést tartogat még számunkra. Megbízható források szerint például a kreatív mód világgenerálása során elérhetővé válnak a vizes területek, kapni fogunk 10 új kihívást a challenge módhoz, ahol, ha az összes kihívást teljesítjük, valamiféle jutalomban lesz részünk. Kezdetben úgy tervezték, hogy az ágyak 5 használat után eltörnek, az új frissítésben itt is várható módosítás, viszont az átdolgozási terveket még meg kell határozni. A Logic Gate-ekhez új logikai ábrákat terveznek, valamint megalkotják a spawn kapszulákat, ami végre lehetőséget biztosít a játékosoknak, hogy a robotokat leidézzék kreatív módban is. Javarészt ezekre az újdonságokra számíthatunk idén. Ti hogyan vélekedtek erről? Tetszett, amit láttatok? A fejesek helyében ti mi az, amit hozzáadnátok a játékhoz, vagy éppen vennétek ki belőle? Most pedig elérkeztünk a videónk végéhez, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó és szeretnétek még hasonló tartalmakat látni a csatornámon, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. A mai adás szponzorának, azaz az EFI fejlesztő csapatának nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást, a leírásban megtalálhatjátok a játékhoz a linket, mint ahogy ugye említettem, ingyenes, szóval, hogyha esetleg megtetszett a játék, akkor mindenképpen próbáljátok ki. Mindenképpen jelezzétek a komment szekcióba, hogyha esetleg kipróbáltátok, találkozunk a következő videóban. Én Baluka voltam, sziasztok!